Üdvözlök mindenki, srácok, illetve lányok, én Marki vagyok, és ebben a videóban a Backroom nevű creepasztáról szeretnék egy kis ismertetőt adni nektek. Elég érdekes kis sztoria van, szerintem egész jó. Tudom, rég volt creepasztá rész, de hát itt is van. Már most elmondom a videó elején, hogyha tetszik, amit látsz, akkor dobj egy lájkot, illetve egy feliratkozást is, úgyis ezekkel mind-mind nagyon sokat segítesz az előrehaladásban. Ezeket nagyon szépen megköszönöm. Szóval én nem is szaporítanám tovább a szót, inkább lássuk is azt, amiért itt vagyunk ebben a videóban. Körülbelül délután 4:15 volt, amikor beléptem a Johnson megyei közösségi kórházba. Ott voltam egy megbeszélésen, amelyet hetekkel ezelőtt hoztam létre. Csak egy rutin vizsgálaton. Nem volt új hely számomra, korábban már jártam ott párszor. Ugyanakkor a hely furcsa nosztalgikus érzéssel töltött el, mintha gyerekkoromból származó hely lenne. Vagy valami hasonló, és soha nem tudtam pontosan meghatározni, hogy mi ez az érzés, vagy honnan származik. Amint besétáltam, egy dezsevű elsöprő érzéssel söpört végig rajtam. A villodzó fények zöreje, a fehér járópadló, a falakat színezű tompított bézs festék. Észrevettem, hogy a sarkokban egy tévén felszerelve egy kisebb lapos képernyő, amely rövid PowerPoint diabetítés játszik. A klinika által tartott hirdetéseken és események körében. A főszoba kis részén magazinokkal, gyerekjátékokkal és kék párnázott székekkel fogadta az ott lévőket. Aztán felkerestem a nőt a recepción. Kékes szürki irodai székben ült, és egy távlázatot nézett ugyanazon a Windows XP asztalon, mint 2008-ban. A pulton előttem volt egy bejelentési lap. Van időpontom Dr. Bepinshez? Megkérdeztem. Kérdezte, hogy mikor? 00:30, válaszoltam. Gépelni kezdett valamit a billentyűzetében. Ó, igen, válaszolta a nő. Gary Johnson? Igen, pontosan. Igen, elmondom az orvosnak, kérjük, töltse ki ezt. Átnyújtott nekem egy lapot, ajánl egy egyszerű kitöltő űrlapát. Visszasétáltam a váróterembe, melyet foglaltam, és elkezdtem kitölteni az űrlapot. Körülbelül félig kitöltöttem az információkat, amikor hátradőltem a székemre. Előző este nem sokat aludtam, és kimerültem. Ahogy hátradőltem, valami nagyon különösre lettem figyelmes. A fejem, mintha nem ütközött volna a falnak. Valójában úgy éreztem, mintha belement volna. Egészen ijedtem, felkeltem, és a falra néztem. De semmi. Láthatólag egy szimpla masszív fal volt mögöttem. A fejemen egyetlen ütés, horfadás vagy bármi más, semmi nem történt. Szóval elértem a falat, és az ujjaim átmentek rajta. Döbbenten hátráltam, mi a fene volt ez? Arra gondoltam, amikor ismét a falhoz értem, hogy még egyszer átnyújtom az ujjaimat, hogy megbizonyosodjak róla, hogy valóban megtörtént ez. Aztán hirtelen elveszettem az egyensúlyomat. Megbotlottam, és egyenesen a falnak estem. Arccal először piszkos barna szőnyegre estem. Miután észhez tértem, rájöttem, hogy egyetlen egy szobában vagyok. Nos, valójában nem is szoba, sokkal inkább egy sor szoba, amelyeket mind nyilvánosan kötnek össze. A falakat durván barnás mintázat borította. A nedves szőnyegnek elsöprő bűze volt. Egyébként, hogyha valaki még nem értené, ezt úgy kell elképzelni, hogy vagy random valahol, aztán így konkrétan kiglitchelsz a világból. Vagy úgy is lehet mondani, hogy kibuggolsz a világból. Ugye a backroomoknak vannak különböző szintjei, és különböző ijesztőbbnél ijesztőbb lények. Persze minden szintnek más a kinézete. Ja, és innen nem nagyon van kiút, csak több millió kilométernyi ilyen szobák. Más emberekkel is összefuthatsz, de annak rettentően kevés az esélye. Persze megvan a módja ennek is, hogy ki lehet találni, de ennek is szintén rettentő kevés az esélye. Szóval nem sok választásod van, hogyha átglitchelnél ide a valóságból. Érdekes kis sztori, egyébként ezért csináltam erről videót. Nos, de térünk is vissza az eredeti sztorihoz. Visszafordultam és megpróbáltam visszahelyezni a kezem a falba, de most nem ment át. Oké, mi a szar? Mosolyogtam. Visszafordultam és előre néztem. Nem voltak ablakok, sem ajtók, sem semmi a falakon. Azon a gusztustalan tapétán kívül. Természetesen teljesen üres volt, eltekintve az egyedi műanyag kék iskolai széktől. Ezen a ponton csak a félelem járt át. A fejemben egyből elkezdtem furcsa dolgokat gondolni. De elsőnek azt, hogy el kell mennem innen. Futni kezdtem a szobákon át, és kétségbe esettem, próbáltam megtalálni a kijáratot. De hiába. Nem volt kijárat. Ez volt az állandó tartózkodási helyem. Hiába futok addig, amíg meg nem halok. Nem, kiútnak lennie kell. Nem csak itt hagytak, igaz? Végül valaki észreveszi, hogy elmentem. De senki sem tette. Aztán a távolba lépéseket hallottam, de nem egy emberét. Legalábbis nem egy normális embert. A léptek mellé társult a kísérteties hang. Olyan, mint valami dühös állaté. Rohanni kezdtem.
A lehető leggyorsabban futottam, bár nem tudom, hogy mi a fenek közlethetett felém. Nem akartam, hogy bármi közöm legyen ehhez az egészhez. Úgy futottam, ahogy csak bírtam, ami örökké tűnt. De mindig ugyanabban a szobában voltam, ahol elindultam. Legalábbis ugyanarra a szobára hasonlított. Nem mintha meg tudtam különböztetni őket. Szóval leültem és kicsit megpihentem. A félelem érzése töltötte el a testemet, amikor sírni kezdtem. Itt fog meghalni. Még mindig ott vagyok, nem mentem el. Végül elfogadtam a sorsomat. Aztán megint elkezdtem hallani népteket. Vajon ki lehet az? Én nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel. Ha tetszett, tudjátok, mit kell tennetek. Én Marki voltam, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!